A szabadkai buszállomás területén, mint mögöttem is látható, valakik sátrakban vagy a szabad ég alatt pihennek meg. Ezután folytatják utukat gyalog vagy autóbusszal a szerb-magyar határ felé. A szabadkai buszállomás területén hétfő délelőtt körülbelül 30 migráns tartózkodott. Többen bent várakoztak, de olyanok is voltak, akik sátorban vagy a földön pihentek. Indulás előtt zenét hallgatnak, kikapcsolódnak, telefonjaikat a kisboltnál töltik fel. Egy fiatal szíriai férfi gyalog szeretne eljutni Magyarországra, onnan taxival folytatná útját Németországba, ahol a mérnöki egyetemen akar majd tanulni. Maybe first year I will learn the language and then continue at the, in the university. Sokan vannak, akik tanulni szeretnének, de még többen, akik munkát vállalnának Németországban. Szejda Jándrich Németországból látogatott haza, szerinte a migránsok a nyelvi nehézségek miatt nem tudnak elhelyezkedni. Das glaube ich eher nicht, dass die arbeiten können, aber sie bekommen also soziale Hilfe, ja, dass sie sich baden können, sich pflegen können. Szejda apja is szívén viseli a migránsok sorsát, ő egy Novi Pazarban kialakított táborban önkénteskedik. Nikad se ne zna, ovo možda se desi svakom i ovo je jedna situacija kojoj treba Republika Srbija i vlada jako ulažu ogromne napore da se još više na neki način okrenemo kao ovakvim jednim aktivnostima da ljudi ne ostaju ovako na ulici da spavaju naveče bez ikakvih uslova. Ibrahim elmondta, naponta mintegy 200-250 bevándorló érkezik Novi Pazarba, onnan folytatják útjukat az Európai Unió felé.